A képviselőtestület nem ülésezhet Bátaszéken a veszélyhelyzet idején, az önkormányzati munka viszont nem állt le. Bozsalik Róbert polgármester most egy személyben, de a képviselőkkel folyamatosan egyeztetve dönt a város ügyeiről. A képviselőtestület nem is konkrét döntéshozó, de véleményező testületként továbbiakban is nagy szerepet játszik városunk életében, és ennek megfelelően az elmúlt héten konzultáltunk is egy sor kérdésben annak érdekében, hogy megszülethessenek azok a polgármesteri döntések, amik a városunk életé szempontjából fontosak. Az elmúlt napok egyik legfontosabb döntése, hogy Bátaszéken az önkormányzat idén is támogatja a városban működő civil szervezeteket. 19 szervezet jut így összesen mintegy 4,5 millió forinthoz. Egy kicsit sajátos a helyzet, hiszen ebben az esztendőben a támogatási szerződésben úgy rendelkezünk, hogy utólag tudják a civil szervezetek ezt a támogatást igénybe venni, hiszen azért ezek a támogatások zömében rendezvényekhez és az egyesületi életükhöz kötődik. Annak függvényében biztosítjuk számukra ezeket a támogatásokat, ha is amennyiben fel is tudják majd használni 2020-es esztendőben. A támogatási szerződések néhány napon belül elkészítésre kerülnek és kijuttatásra az érintett civil szervezeteknek. A város üzemeltetéssel kapcsolatos döntés is született a polgármesteri hivatalban. Ennek értelmében hamarosan elkezdik kátyúzni Bátaszék többel és külterületi útszakaszát is. Bízunk benne, hogy ezzel is egy kicsit hozzá tudunk járulni, hogy jobb és biztonságosabb körülmények között lehessen közlekedni Bátaszékbel és külterületi útjain. Arról is döntöttünk, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel ebben az esztendőben nem lesz igazgatási szünet a nyári időszakban, hiszen az ügyfelek jelen pillanatban is csak igen korlátozottan tudják a hivatalt látogatni. Bízunk benne, hogy a helyzet javulhat, és akkor teljes létszámmal kívánunk majd rendelkezésre állni a nyári időszakban is. Az ügyfelek igényeit megpróbáljuk ennek megfelelően majd kielégíteni. A város önkormányzati képviselői pedig maguk kezdeményezték, hogy Bozsalik Róbert polgármester módosítsa a tiszteletdíjukról szóló rendeletet. Ez pedig meg is történt annak érdekében, hogy a városatyák saját illetményük felajánlásával segítsék a bátaszéki önkormányzat vírus elleni védekezését, így összesen több millió forinttal segítik a város önkormányzatát. Ennek megfelelően május egy napjától a veszélyhelyzeti időszak végéig a képviselőtársak és a bizottsági tagok, külső bizottsági tagok, valamint városunk két alpolgármestere nem részesül tiszteletdíjban. Ő részükről érkezett ez a kezdeményezés. Ezzel is szeretnének hozzájárulni azokhoz a költségekhez, amelyek akár a város védekezési feladatait szolgálják, akár a város életét ebben a nehéz helyzetben adott esetben segíthetik. Hétfőtől vidéken enyhített a kormány a koronavírus miatt elrendelt szigorú intézkedéseken. Az enyhítések érintik a vendéglátóhelyeket, a helyi sportegyesületeket és az önkormányzatokat is. A üzletekben a szájmaszk, illetve az arcot eltakaró eszköz használata kötelező, kérem, hogy ezt feltétlen tartsák be. Megszülettek azok a döntések, amelyek helyben is segítik a sport, illetve tömegsport tevékenységnek az újraindítását, ezért a mai naptól már látogatható mind a városi sportpálya, mind pedig a városi sportcsarnok. A tanúszodát még nem nyitottuk meg, illetve a közművelődési intézményeink sem működnek még, ebben még egy kis türelmet kérünk mindenkitől. A városi piac tekintetében szabályokat, kiegészítő szabályokat fogunk alkotni az elkövetkezendő napokban, annak érdekében, hogy ott is egyrészt a szájmaszk használata megfelelő módon történjen, illetve hogy az időseink is megfelelő időben tudják igénybe venni a piac szolgáltatásait. Bátaszéken tehát, ha lassan is, de már elkezdett visszaállni az élet az eredeti medrébe.